Szeretettel köszöntök mindenkit. Budapesten vagyok, az egyik kórház előtt, de nem mondanám, hogy melyik kórház egyelőre, mert itt áll velem szemben egy házas pár, 6 hónapos gyermekük van, és ugye bár az álláspontjuk szerint orvosi műhiba történt, amit tudunk róla, mi is úgy látjuk, hogy igen, természetesen szakmailag a szakembereinkkel át fogjuk tekinteni az orvosi iratokat, és az alapján döntünk. Most a kórház előtt állunk, nem mondjuk melyik kórház még egyelőre, viszont szeretnénk természetesen találkozni a kórház igazgatóval, perenkívüli egyességet is lehet kötni, ha nem lehet, és bebizonyosodik, hogy orvosi műbe volt, akkor természetesen peren belül fogjuk ezt rendezni. Ezt kívánja az a házaspár, akik lehetőleg tönkre mentek. Gyerekek, gyerekről van szó, ugye érthető. És akkor egy percre csak ide, légy szíves, mutatkozz már be. Jó napot kívánok, Rostás Lázár vagyok, családommal. Jöttünk a kisbabáért, elvileg az 5. műtét, azt mondják, hogy sikeres lett. Nagyon kíváncsian várjuk a sikerességét ennek a műtétnek, mert most hazaengedik megint a babát. Hát bízunk benne, hogy holnap már nem a mentő fogja visszahozni, mert legutóbb is ez történt. Illetve bízunk benne, hogy normálisan ki fogják adni a papírokat, minden papírt, hogy jogilag el tudjunk járni az esetbe. Nem veszekszünk, kultúráltan próbálunk kijönni innen, nem megyek bele semmilyenféle atrocitásba. Ezt majd az ügyvédek, illetve a jogászok ezt körbe fogják ülni, át fogják nézni. Nem a mi feladatunk ez, hogy ebben most állásfoglaljunk, de szeretnénk, hogy a tettes megbűnhődjön ezért, mert azért egy beteg gyerekről van szó, és sokadik műhibáról beszélünk. Ezt ott a Branőrmikor az ágyba folyt, ott van a kórházban, a másik kórházban, amikor volt. Egy kórházról beszélünk, csak külön kirendeltsége van. Ott is nem vették észre, hogy a bérlet apa, tehát én mondtam, hogy ő rendellenesség van, de hát a bele sokkal nagyobb, mint kellene. Arra az volt a mondat, hogy majd kinövi születési rendellenesség. Ahhoz képest 2 nap múlva hívtak, hogy írjuk alá a papírt, hogy életmentő műtét van. Köszönöm szépen. Borzasztó. Még egy mondat, hogy az anyukához, a kisbabának az anyukához fordulok, hogy mi az, amit... Tehát ezt meg se kellene kérdezni, azért megkérdezem mégis, hogy mi az, amit átéreztél most a gyerek miatt, mert ugye az előbb elsítod magad. Mit érzel? Tehát milyen dolog ez, ami történt? Hát én nagyon aggódok érte, és tudom azt, hogy most is, ha kihozzuk, ott lesz megint a puklija neki, mert... tegnap előtt ugye hívtuk a kórházat, érdeklődtünk, és nem annyit mondtak, hogy nyomókötés van neki a fején. Szóval a puklija még mindig ott van neki. Igen. Megint csúnyították teljesen a gyereket, de hát... Igen. Tehát, kedves nézők, egy rövid bejelentkezés volt, és pontosan azért, hogy legyen ez is tanulságos, borzalmas, hogy a szülők mit életnek át, ez nekem is fájdalmas. Láttam a fotót, tenisz nagyságú, pukli úgymond van a fejecskéjén, és hogy az agyvize ott van most jelenleg, ugye, igen, oda termel az agyvizet, ez a betegség, tehát a gyerek ugye agyvérzéssel is született, jól emlékszem? Levált a lepényről, az orvos bent tartotta 2 napig, és utána kiürítették az osztályt, hazaengedte, nem a szülőszobára küldte föl Budapestre, hazaengedte, és utána hát abban a lepényről levált, abban a véres vízbe volt a gyerek 24 órán keresztül. Tehát ott is még egy műhibát vétettünk ugyebár, csak az egy másik kórház, és ugyebár minden kórházba kapott a gyerek egy adagot, és akkor ez lett a vége. De ezt szintén a jogászok fogják majd eldönteni. Igen. Kedves nézők, 0674 18 14 48 és a telefonszámom, ahová hívnak vagy keresnek, segítünk, ahol tudunk. A szentáltás legyen önökkel, és csak jó történesen önökkel, én ezt kívánom. Minden jót!